használjátok minél többen, és azért próbáltunk a Remény és Jóság Egyesülettel ilyen adományt szerezni, mert ugye a legjobban kitéve veszélyeztetettnek a gyerekek vannak jelenleg, akik ugye csoportban vannak, buszon vannak, éppen megjelent a Facebookon egy olyan kép is, ahol gyere Gyöngyikém, gyere, ahol a gyerekek ugye összezsúfolva vannak, és úgy gondolta tehát a Remény és Jóság Egyesületnek a vezetősége, hogy felkeresünk olyan embereket, akik ebben tudnak segíteni, és az első megkeresésre, hála jó Istennek, kaptunk. Felvettük a kapcsolatot az Országos Roma Civil Tanácsa Radics Józsival, aki romákért dolgozik országos szinten, és adományokat, élelmiszeradományokat, és így maga kormánytól kaptuk ezt a 2500 maszkot, amiből 500-at Kiskunma is kapott meg, és itt rögtön elfogadtuk ezt a segítséget, ugyanis a legveszélyeztetett helyzetben, ha megfigyeljük, akkor ugye az iskolások vannak, mert közösségben vannak úgy buszon, és úgy akárhogy, tehát ki vannak téve akarva, akaratlanul. Ők nem úgy figyelnek erre a veszélyes vírusra, mint mi, és ezért örültünk, hogy ezt az 500 maszkot megkaptuk, és folyamatosan osszuk ki. Kaptunk több lehetőséget is, és ezzel élni fogunk, és itt szeretném megköszönni a város vezetésének, név szerint Patkó Zsoltnak, Rávai Mónikának és az összes képviselőnek, aki ebben segített bennünket. Így meg tudtuk valósítani azt, hogy többi ajándékokat is, felajánlásokat is az Országos Roma Civil Tanácstól kapni fogunk. Ha így tudunk segíteni a helyi romáknak és nem romáknak, és itt hangsúlyoznám, hogy az Egyesület jelszava nem csak az, hogy csak a romáknak, rengeteg olyan nem roma halmozott a hátrányos helyzetű ember él, akinek szívesen segítünk. Én is szegény ember vagyok, de amikor ilyen van és tudunk segíteni, akkor jó adni. Tehát nem csak kapni, hanem adni is jó. Én azért örülök, hogy olyan városvezetésünk van, akik segítenek bennünket ebben, hogy tudjunk adni. Mert legjobb adni, pláne karácsony előtt, ugye, ebben a szoros időben, amikor kiárási tilalmak vannak, és a legjobb adni. Szerintem a Jézuska majd hoz mást is. Én kívánom, hogy mindenki vigyázzon magára, és nagyon szépen köszönöm a KVT-nek, hogy lehetőséget kaptunk el ezzel kapcsolatban, hogy meg tudjunk szólalni. Azért, ha lehetséges, használjátok még odabent is, mert nem lehet félváró venni ezt a koronavírust. Hát mostan a szubjektív vélemény az, hogy ki mit gondol erről, de nem oknéki hozták be ezeket a törvényeket.